Köszöntöm az Esti Mérleg nézőit. Gyermekek napja, nevelőszülők napja, színes programok, sport, kiváló szakemberek előadásai. November 18-a és 22-e között rendezik meg a Gyermekvédelmi Napok Fejér megyében című programsorozatot. Ezzel foglalkozunk a mai adásban, tartsanak velünk! A hagyományokhoz hűen minden évben sporttal kezdődik a Gyermekvédelmi Napok Fejér megyében programsorozat. Ezúttal is színes hétre készülhetnek a lakásotthonokban nevelkedő fiatalok. A legfőbb cél a gyerekek jogainak érvényesítése. Sok évvel ezelőtt, több mint egy évtizeddel ezelőtt határoztuk el a munkatársaimmal azt, hogy nagyon fontos lenne, hogy a környezetünkben élő szakemberek, és nem szakemberek figyelmét fölhívjuk arra, hogy 1989. november 20-án New Yorkban született egy olyan egyezmény, amely a gyermek jogairól szól. És ehhez az egyezményhez Magyarország szinte az elsőként csatlakozott, és az aláírásával vállalta azt, hogy az egyezményben rögzített jogokat és azok érvényre juttatását mindenkor szem előtt tartja, és kötelező érvényűnek tartja magára nézve. Ennek szellemében nagyon-nagyon sok változás történt az elmúlt évtizedek során. Mi alapvetően és elsősorban a gyermekvédelem szakterületén végbe ment változásokat képezzük le és követjük le, hiszen azoknak vagyunk részesei. De bizton állítom, hogy óriás és nagy horderejű változások történtek, amelyek dologi változások is, de szemléletbeni változások, és hát természetesen a jogi szabályozást illetően is óriási változások. És hát ennek szellemében bővült és szerveződött évről évre a Gyermekvédelmi Napok Fejér megyében programsorozata, amely már hosszú évek óta egy ötnapos rendezvénysorozatot ölel magában. Egyrészt a gyermekek részére, élményszerzés, élménynyújtás szempontjából, a szakemberek részére, nevelőszülők részére, szakmai épülés és a szakmai megbecsülés kifejezésre juttatása céljából. A környezetünkben élő részére pedig egy figyelemfelhívás, hogy igen, vannak gyermeki jogok, amelyek deklarálva vannak, és amelyeknek az érvényre juttatása az azt gondolom mindannyiunk feladata. De hogy a mérleg serpenyője ugye egyensúlyba legyen, tudni kell azt is, és azt is közvetíteni kell, hogy vannak kötelességek is. Tehát, hogy ezek így együtt járnak, és a gyermeket erősíteni kell, nem csak a jogai érvényesítésében és gyakorlásában, hanem ugyanilyen intenzitásban a kötelességei teljesítésében is motiválni kell és segíteni kell. Talán a következő hét is ebbe ad majd betekintést, talán azoknak is, akik hát tulajdonképpen nem minden nap vannak kapcsolatban ezekkel a gyermekekkel, illetve az itt dolgozókkal. Mi az, amiben majd mi betekintést nyerhetünk, civilek, szakemberek itt a jövő hét alkalmán? Ugye hétfőn 18-án a Köfém sportcsarnokban egy sportprogramra várjuk a gyerekeket, ahol megküzdhetnek egymással nemes versengésben, Iváncsics Zsolt szervezésében és segítésében egy nagyon klassz futóversennyel indítjuk a napot, és ezt követően pedig a Gyermekvédelmi Vándorkupa kispályás labdarúgó tornának a győztes csapata megmérkőzik a Fejér megyei közgyűlés csapatával. Nagyon-nagyon jót fogunk szurkolni és izgulni, hogy a mi csapatunk legyen a győztes, ami egyébként néha sikerülni is szokott. És egyébként pedig a gyerekek sor és váltó versenyeken, ügyességi és gyorsasági feladatokban mérik majd össze az erejüket, 9 fős csapatokban. Tehát, hogy lesz szurkolás, versengés, mozgás, izgalom ezen a napon. A második napja a programnak, ez a nevelőszülők napja kedden. A nevelőszülők napjának a helyszíne itt lesz az intézményünk központjában. Ide várjuk a mintegy 190 nevelőszülői családunkat, akik számára a kötelező szakmai továbbképzés tartalmazza egyrészt a nap, 2 kiemelt témával. Az egyik fontos téma a gyermekbántalmazás és az ezzel kapcsolatos tennivalók, feladatok, amelyre tavaly július 1-e óta van egy
központi protokoll, amely szerint el kell járnunk. Ennek a végrehajtása, értékelése, illetve azok a tanulságok megvonása, amelyek az elmúlt több mint egy év alatt megadattak, és azoknak a feladatoknak a kijelölése, amelyek a bántalmazott gyermekekkel kapcsolatosan hárulnak ránk. A másik pedig a gyermekelhelyezésnek a kérdésköre, amely szintén egy napi feladatot jelent, mind a nevelőszülői családok, mind pedig a mi számunkra, és hát természetesen nagy kihívást is jelent. De ezen a napon adjuk át a nevelőszülőink közül három olyan nevelőszülőnek az elfogadás díját, aki hosszú-hosszú évek óta példaértékkel műveli ezt a hivatását a gyermekek érdekében. Továbbá munkáltatói dicséreteket is át fogunk adni ezen a napon. És akkor ehhez a naphoz kötődik még egy kiállítás megnyitása délután. Az intézményünket támogató Szakál Antal festőművész úr, kolléga, aki régen, évekkel ezelőtt ezen a területen dolgozott. Minden évben egy kis tárlat nyílik itt nálunk, és adományozás is társul ehhez. Gyönyörű festményei díszítik a mi lakás- és gyermekotthonainkat. Az évek óta tartó, támogató, nagyszívű tevékenységének köszönhetően. A szerda az a szakmai nap lesz, amely ebben az évben ugye új formát ölt. Közösen az alapszolgáltatás intézményével, a Székesfehérvári Családsegítő és Gyerekjóléti Központtal kerül megszervezésre. A szakmai együttműködés keretében olyan témákban, amely a szakterületeken dolgozó szakemberek mindegyikének az érdeklődésére tarthat számot. Tehát beszél itt az előadó, az Integrált Jogvédelmi Szolgálat előadója majd a nemzetközi egyezmény jelentőségéről, hatásairól, aztán hallhatunk majd a helyettes államtitkár úrtól, Simon Attila úrtól, a családközpontú gyermekvédelmi szakellátásról, illetve hallhatunk majd tájékoztatót a prevenció lehetőségeiről, a gyermekjóléti szolgáltatás szakterületét illetően és módszereiről, de készülünk egy olyan programma elemmel is, amelyben egy nagyon jól működő tehetséggondozó program, a Csányi Alapítvány tehetséggondozó programja kerül bemutatásra, illetve beszélünk majd még arról, hogy milyen változásokon ment keresztül a szakellátás az elmúlt mintegy 2,5 évtized alatt. A meglepetés ehhez kapcsolódóan egy filmvetítés, amely meg is örökíti és emléket is állít azoknak az évtizedeknek, amelyek során itt a megyében kastély otthonban működő nevelő otthonokban gondoskodtak az állami gondozott gyerekekről. De megemlékezünk a 97-ben hatályba lépett gyermekvédelmi törvény által hozott óriási horderejű változások folyamatáról egészen napjainkig. Tulajdonképpen ez azt hivatott bemutatni, hogy azok a nagy változások, amelyek a mi szakterületünket érintően le kellett, hogy zajlódjanak, lezajlódtak, itt Fejér megyében legalábbis, viszont vannak még hiátusok, és vannak új kihívások, amelyeknek meg kell felelni az ellátórendszernek, amely ugye át is strukturálódott az elmúlt évtized során, hiszen az állami gondozott gyerekeknek több mint 70% az nevelőszülői családban nevelkedik Fejér megyében. Tehát, hogy azt az elvárást mi nagyon-nagyon igyekszünk megvalósítani, amit a jogalkotó támasztott irányunkba, hogy a leginkább a családot modellezni képes alternatív ellátási formába, a nevelőszülői családba, egy helyettesítő családba kerülhessenek a gyermekek. Ez egy folyamatos fejlesztésnek az eredménye, amit azt gondolom, hogy nekünk kiemelt feladatként kellett és kell is kezelnünk, és ehhez támogatást is kapunk ugye a kormányzattól, hiszen ez egy olyan központi célkitűzés, törekvés is, amely a gyermekek javát hivatott szolgálni.
Gyakorlatilag a szerdai nap, tehát ezzel zárul, és akkor csütörtökön a támogatók napjára várjuk a támogatókat. Az intézménynek mintegy 460 szervezet, magánszemély a támogatója a mindennapokban. Ez óriási segítséget jelent nekünk, és a társadalmi felelősségvállalás keretében különböző féle fajtáját találják meg a segítésnek ezek a szervezetek, természetbeni kétkezi munkában, vagy természetbeni adományokban, vagy pénzadományban, és gyakorlatilag ennek a felhasználásáról együtt gondoskodunk, és gondolkodunk, és tervezünk. Ezen a napon, délutánon a gyerekek egy fergeteges programra hívják a támogatókat. Szem szárazon biztosan nem fog maradni ezek a produktumok. Amatőrök ugyan, de nagyon meghatóak és szívből jövő verselés, táncolás, mindenféle mókázás, amivel mi megköszönjük a támogatók segítségét és köszöntjük őket. A pénteki nap pedig hagyományosan a nyílt napunk, amikor is valamennyi telephelyünkön dég, lepsény, előszállás, Sárbogárd, Mezőfalva, Velence, Martonvásár, és itt Székesfehérvár ott a 48 férőhelyes gyermekotthon is kinyitja a kapuit, amik egyébként nyitottak, mert nyitott intézményként működünk, de mégis ezen a napon talán jobban invitáljuk ide az érdeklődőket, legyenek azok szakemberek, vagy éppen csak érdeklődő laikusok, akik kíváncsiak arra, hogy milyen környezetben, milyen életfeltételek mellett vagy között élnek a ránk bízott gyermekek. A jövő heti menetrendet Deresnyi Tanárki Mária szerdán ismertette a Székesfehérvári Család és Gyermekjóléti Központ vezetőjével. Azt gondolom, hogy maga a közös rendezvény jól példálozza azt, hogy a mi együttműködésünk mennyire fontos. Ugye egyrészt mind a két területnek nagyon hasonló és sok esetben összefonódó jogi szabályozása van. Mindegyikünknek azt gondolom, hogy a középpontban a gyermek van, a középpontban a családok vannak, a családoknak a jóléte van, és nagyon sok esetben nálunk kezdődik egy munka, és az esetleg a szakellátásban fejeződik be, vagy fordítva, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok olyan összekapcsolódási pont van a szakellátás és az alapellátás, tehát az igazgatóasszony által képviselt, illetve az általam képviselt intézmény kollégái munkája körében, ami azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, és úgy tud eredményes lenni, hogyha mi is kollégális szinten, vezetői szinten, illetve intézményi szinten együttműködünk. Az alapellátásban a prevenció az egyik legfontosabb momentum, a megelőzés. A november 20-án megrendezésre kerülő szakmai nap, amelybe bekapcsolódtunk, az is abban is egy olyan előadás, amiről én fogok beszélni, ami az alapellátásnak a prevenciós megelőző funkciójáról fogok majd ott bővenben beszélni. Azt gondolom, hogy ez egy olyan területe a mi munkánknak, amivel meg lehet erősíteni a gyermekjóléti, gyermekvédelmi munkát Székesfehérváron a járásban, vagy akár, hogyha nagyobb kitekintést teszünk, akkor a megyében is. A hétfői sportprogramot követően a rendezvény a nevelőszülők napjával, majd a szakmai nappal, ezután a támogatók napjával folytatódik, végül pedig nyílt nap lesz, melynek során az érdeklődők a gyermekvédelmi szakellátás dégi, előszállási velencei, valamint lepsényi, martonvásári, mezőfalvai, sárbogárdi és székesfehérvári intézményeiben bepillantást nyerhetnek a lakásotthonok, a gyerekek a szakmai ellátás életébe. Kedves nézőink, ez volt már az Esti Mérleg, köszönöm megtisztelő figyelmüket, szép estét kívánok Önöknek, viszontlátásra!